Hello, sziasztok! Neutrogén a teszt jön, ez a Neutrogénnek a Retinol Boost termék családja így egybe. Hát most ezt én a Rossmann-ba most találtam, én hogy már hogy akciósak, hogy ez most is jelent meg ez a szürke, vagy szürke-fekete. Az a lényeg, hogy retinolos, és ugye van egyszer, ami első fokozat, a szérum, remélem azt mutatom, amit ugye teljes arcod inkább szemkörnyékre fogok kenni. Aztán itt a szemkörnyék kápolója. Aztán mivel nappal van és süt a nap az SPF 15-ös nappali, és ha este le van mosva, akkor az éjszakai. Szóval ugyanaz az első kettő, csak az éjszakai. Na most még annyi, hogy ugye elkezdtem az Evelynt, de hát nem nagyon tetszik az arcom. A szemem az mástól piros, mint a bagzó macskának. Az azért, mert ott belement ez az AH-savas neutrogéna bőrradír. A nagy kapkodásban, hogy leradíroztam az arcom, utána a neutrogénának a hidrobusztos, nem tudom, arcmosójával meg is mostom. Az is belement, aztán a víz, aztán most már kapott már szemcseppet, de még így is alig látok, meg szúrt, tök mindegy, ne menjen a szemetekbe, nem túl jó. Szóval akkor kezdjünk neki ennek a tesznek. Surló fénytől kicsit homályos a kép, tök mindegy. Szóval kezdjünk neki mondjuk a szérummal, amit ugye mindenhova teszünk. Ez lenne a szérum. Aha, és akkor ezt most hova? Ide nyomjam, vagy az ujjamra, vagy? Egy ilyen trutymó. A legfontosabb helyekre, így a szemkörnyékre kezdem. Állítólag ez egy olyan dolog, hogy először nem biztos, hogy tolerálja a bőröd, úgyhogy óvatosan, hogy azért egy hét alatt egy háromszor szabad ezt az elején megismételni, és akkor figyelni kell, hogy mennyire tolerálja a bőr, vagy hogy reagál rá. De nekem már volt retinolos termékem, amiben volt, és én úgy vettem észre, hogy nagyon jó. Tehát ez ilyen arckrémszerű. Meg hogy melegség, pirosság, meg ilyenek, meg egy kis égés szurkálás, az természetes, azt már érzem is. És én ezt szeretem, ezt az érzést, hogy ez egy picit ilyen égeti a bőrt. Szóval nekem ez tetszik. Szóval ebből érzem, hogy hat, de ezt is írják rá a dobozra egyébként, hogy ebből tudod, hogy hat. Ez annak a jele, hogy használ. De ez volt a szérum, ami olyan volt, mint egy arckrém, szóval nem tudom, hogy mi a különbség. Lehet, hogy ebben nagyobb dózis van, meg hát, hogy ez ugye, nem tudom, ugye nem írják rá pontos összetevőit, hogy melyikben mi van. Talán, ha tippelnem kéne, én ebbe tettem van a nagy dózisú retinolt. És a többi anyagból nem olyan sokat, mint a fényvédő, vagy akármi, vagy más hidratáló dolgok, mint az éjszakaiba. De hát akkor a szemkörnyékápoló, ami ez ugye 30 millis talán, ez csak 15, egy hasonló, ugye 3500 forint akcióval, vagy 3200 most. De hát ez ilyen kis picurka kis termék, hogy ezt most, ezt csak ide a szemkörnyékre kéne felbigyeszteni, de ezzel be is megyek a fürdőbe. Viszont megvárom, amíg ez egy perc alatt így beszívódik, és majd utána adunk még neki. Ugye, amit eddig fölkentem, az ez a szérum volt. Megpróbálom itt a használati utasítását nektek benagyítani, hogy akkor már legyen meg itt a videóban ez is. Ha valaki el akarja olvasni, most ezt kentem föl. Az ugyanez más sem, és ugye ez 30 millis volt. És most meg ez jön majd a szemkörnyékápoló. Amire, mint hogyha tiszta retinolt juttat a bőrbe, akkor ez lehet a legnagyobb dózis, szóval minél kisebb a kiszerelés, annál nagyobb talán. Ott az a bizsergés, meg ezek, igen, azt lehet érezni. És ugye ez 15 millis, és nem tudom hol volt rajt. Ott. Ezzel most elbogtatunk a fürdőbe, és ott ezt fölvisszük. Majd ugye kiderül, hogy ez majd mennyire hatásos, most hú, de nagyon-nagyon nagyítva vagyok. Talán ennyire nem kéne. Talán így vagyok benne, nem tudom. Nézni kéne nagy fejem, hogy oda. Oda a szememre adjál élességet. Hogy ilyen ráncos vagyok, és akkor most toljuk neki ezt. Induljunk ki abból, hogy mi ezen nincs nagyítás? Most mi történt? Most a kosara? Hát ezzel a telefonnal lesznek ilyen gondjaim. Opa, lehet, hogy a kicsit sok lesz ide. Na, mindegy is. Nagyon picit kell megnyomni ezek szerint.
Hogyha ez a legtöményebb retinol, akkor ez kell a legráncosabb területre, azaz ide a szem környékre, meg hát a homlokomra a maradékot. Erre is várunk egy kicsit, hogy szívódjon be. Na most közben akkor itt az SPF 15-ös, ugye nappal van, azt megyek edzeni, de ez is így kezdődik, hogy tiszta retinolt juttat a bőrbe, úgyhogy igazából ez alapján nem lehet megmondani, hogy, hogy melyikben van több retinol, hogy melyik éri meg, meg melyik micsoda. Ugye? De hát én ezt a hármat így együtt használom, de ez viszont 50 millis, szóval gondolom ez a leghigabb. Mert hát biztos drága dolog ez a retinol, de ki a franc tudja ugye, hogy mennyire drága a retinol. Erről az jut eszembe, hogy a hialuronsav is 6600 forintért kapsz egy ilyen 50 grammos kis port, amiből egy hatalmas mennyiségű szérumot tudsz csinálni, szóval annyira nem drága a hialuronsav, csak ezek a szérumok ilyen, ilyen rohadt drágák, meg azok a krémek, amiben van. Most ha ez beszívódott, akkor mehet rá az SPF 15-ös krém. Szerintem mehet is. Mondjuk meg ezt is. Hú, ez milyen kis aranyos. Le kell fordítani állítólag, hogy nyitásba legyen. Aha. És zárásba visszafordítod. Hát én ezt is innét kezdeném. Aztán azt kenjük mindenhova, nyakra, főre. Igazából a szérumra azt tudta, hogy teljes arcra. Én meg azt is csak a... Nem, azt talán kentem is mindenhova. De ebből van sok. Hú, ennek illata van. Ez nem tetszik. Az előzőnek nem volt, az tetszik. Csak ennek ezt adunk ide nyakra, meg mindenhova. Ebből azért van bőven. Meg már mivel elmegyünk tekerni, ezért bekenünk mindent vele. Aztán iratkozzatok fel, hogy majd lássátok a végeredményt, hogyha egy hétig használom, akkor ez milyen lesz. Mert szerintem én nem azt fogom csinálni, hogy egy hét alatt háromszor, hanem reggel is, este is, és egy hét alatt ötször, hétszer, szóval 10-14-szer meg lesz ez kenve, hogy meglátjátok, hogy lesz-e változás. Na, csumi!